Nagyon komoly a gondolatteremtő ereje. Nagyon komoly, hogy hol kezdődik eleve a lovakkal a kapcsolódás. És ezt évek óta látom, hogy a szívből jövő gondolaton keresztül az, amihez szívet teszünk, az lövi ki. Elkészítettem fent nekik a legelőt, illetve helyesebben mondva a parkolót körbekerítettem. Ezt leszoktam évente legeltetni egy-két-háromszor, mégse rongassuk azt a fűnyírót, ha lehet, ha már vannak itt fűnyírók. És figyeltem is, hogy ahogyan eddig tapasztaltam, hogy mikor fognak jönni. Párszor fölmentem, hol vezetéket vittem, hol oszlopot, hol kalapácsot, és mindegyiknél figyeltem, hogy mikor jönnek, mert már csinálom. És most, hogy utoljára lejöttem, és ahogyan jöttem lefelé, azt látom, hogy szépen libasorba lejöttek ide a lenti kapuhoz. Mindig elcsodálkozom ezen mindannyiszor, hogy mi azt gondoljuk, hogy ez az egész technika, hogy ez az egész valami kívül megoldandó történet, az már rég késő. Ott már minden megtörtént. Ott csak az események után megyünk. Az egyetlen hely, ahol kontrollálhatjuk a dolgokat, ahol módosíthatjuk, ahol olyanná tehetjük, olyat indíthatunk el, amiből olyat kaphatunk, vagy kapunk majd, ha minden jól megy, amit szeretnénk, az időről a gondolat és abból is a szívből jövő. Úgyhogy figyeljünk a gondolatainkra, hogy mind gondolkozunk, és mind gondolkozunk szívből. Mert onnan indul ki minden. Mennyire egyszerű lenne az élet, és ilyenre is lett teremtve, hogy ezt figyeljük. Mert lehet azt is csinálni, hogy ettől függetlenül plusz időért fölmegyek, megkeresem őket a 10 hektáron, levezetem őket, azt is lehet. Lehet valakit elküldeni oda, azt is lehet. De hogyha ezzel vagyunk megteremtve, ezzel vagyunk megáldva, ezzel a mechanizmussal, és így működik minden. A számunkra kívánatos és nem kívánatos is. Akkor miért ne használjuk tudatosan? Szívből. Kívánatos, tudatos gondolkodásban, teremtésben, lovakkal, emberekkel való interakcióban eltöltött gyönyörű szép napot kívánok mindnyájunknak. Puszi nektek, szeretlek titeket.